Négy gólos vereség idegenben a visszavágó Norvégiától, ezzel a férfi kézzel válogatott 54-52-es összesítéssel kijutott a 2013-as spanyolországi VB-re. Nagy László beilleszkedési főpróbája úgy tűnik sikerült, innentől minden Londonról szól. Sinka korábbi szövetségi vezető, MKS ügyvezető elnöki tisztségét megszüntették a napokban, immár tiszteletbeli elnökként ül itt nálunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Eh, hogy vagy? Köszönöm szépen, így a hét elején jól, bár van némi hiányérzete. Milyen a kézis közérzeted? A kéz is jó, azért, mert a srácok gond nélkül tovább jutottak az egyik legerősebb ellenfél ellen, és én úgy gondolom, hogy, hogy itt a, az elmúlt évek, évtizedeknek a munkája folyamatosan megjelenik. Nagyon örülök, hogy kiválóan teljesítenek. Mindeközben egy kicsit nem váltál olyan száműzött és szeretett sportágadban? De, azt hiszem, hogy igen, de úgy gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül a magyar sport területén, vagy általában bizonyos tendenciákat illetően, és, és bármennyire is nehezen élem meg, de azt tudom, hogy hát ezen is túl kell esni az embernek, nem könnyű a történet. És minek tulajdonítod ezt a hát kiszorítást, hiszen sem a moptapság, sem az EHF pozíció, sem az MKS vezetőségi pozíció hát nem volt fontos az új vezetők számára az esetedben miért szerinted? Gondolom, hogy egy koncepcióváltás történt, és ennek okán jó néhányunkra nem volt annyira szükség, mint ami eredetileg megbeszéltek szerint lett volna kicsit csalódott vagyok, mert én többet vártam ettől a, a szituációtól, különösen annak tekintetében, hogy kimondottan kezdeményezője voltam annak, hogy egy olyan váltásra kerüljön sor, amely új helyzetet, új, új szituációt tud teremteni. De hát az embernek fegyelmezettem, mint sportolóként, különösen aki hozzászokott a fair játékhoz, és a face-to-face -face kézilabdázáshoz nem pedig hátulról szúrunk bele, vagy lököm az ellenfelet el, vagy támadom meg. Én azt gondolom, hogy hogy ez szerint kell továbbra is eljárnom, és nagyon-nagyon komoly hívem maradok, és vagyok a magyar kézilabdasportnak, és amíg tudom, természetesen az Európai Szövetségit is végzem. Hol, hol, hol tud a tisztetbeli elnök a sportágnak ilyetén helyzetében kicsit partvonalra part szorítva segíteni, mégiscsak és tevékenykedni? Hát, hogy segíteni mit lehet, azt én most nem tudom felmérni, de tevékenykedni mindenképpen. Egyrészt az én ö, kisvárosomban, a gyönyörű szép százszalombattán óriási kézilabda élet van, tehát az természetes, hogy ahhoz kapcsolódom, természetes, hogy a meglévő nemzetközi kapcsolataimmal, illetve a jelenlegi EHF-es végrehajtóbizottsági, tagsági funkciómmal összefüggésben is az a kötelességem és az a feladatom, hogy minden ö, háttértámogatást a magyar kézilabda sportnak megadjak, akár a klubok részéről merül fel, akár esetleg a szövetség részéről. Ö, nagyon sokan kerestek sokféle gondal, problémával, információt igényeltek, és amit én teltek, ezt nyilvánvalóan megteszem. Nyilván egy tiszteletbeli elnöknek ilyenkor nem az a funkciója, hogy a, hogy a, frontvonalba dolgozzon, azt most a mostani elnökség és a, a vezetők azt végzik nyilvánvalóan. De ott nem... a döntéshozásban a frontvonalban a tiszteletbeli elnök nem vesz részt. Nem, 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 nem vesz részt. Nem, nem. ez egyáltalán nem jellemző a sportágok tevékenységét illetően. Na nézzük azt, hogy közben hogyan teljesítenek a fiúk. Ez a négy gólos vereség, ugyanakkor magabiztos továbbjutás, fogalmazhatunk így? Abszolút, abszolút. A hazai mérkőzés utolsó 5-6 perce egészen elképesztő volt Veszprémben. Minden mellett nagyon stabil volt a csapat, ahogy gyakran beszéltünk Mocsai Lajosarról, hogy feszes játékot játszott a magyar férfi válogatott, egy biztonságos, szép kézilabdázást. Ennek tudható be, hogy Norvégiában meggyőződésem, hogy egy percig nem volt kérdéses, hogy ki a tovább jutó. Egy percig nem volt kérdéses. Kitűnő rajt, nagyszerű kapus teljesítmény, öt játékosunk lőtt négy gólt, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt. Igen, igen, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon szép játék volt. Milyennek látod a két meccs alapján Nagy Laci visszatérését és visszailleszkedését? Bármennyire meglepő volt sokak számára, hogy a Laci végül is egy, egy nagy fordulatot tett ebben a dologban, az nem volt számomra sohasem kétséges, ami a játék tudását illeti, tehát az sem, hogy percek alatt beilleszkedik, a válogatott játékában nincs semmi új a nap alatt, természetesen az ő kvalitása, az ő professzionális hozzáállása, az nem lehet kérdéses a pályán, és akkor, amikor Nagy Laci jó formában van, már pedig mostanság kiváló formában van, ennek ékes példája volt egyébként három évvel ezelőtti Európa bajnokság Horvátországban, amikor az előkelő hatodik helyen végzett a magyar nemzeti válogatott, a válogatott húzó embere volt, ezt gyakorlatilag, mintha ö, átmentette volna pillanatok alatt erre a két mérkőzésre ö, láthatóan, és egyszerűen pillanatok alatt aklimatizálódott, nem okoz neki ez problémát véleményem szerint. Te érzel bármiféle felelősséget az ő három éves távolmaradása miatt? Persze, hogy ne. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a felelőssége. Kíváncsian várom, hogy azok is érzik-e majd azt a felelősséget, akik mondjuk nem mindig jó tanácsot adtak el a függetlenül attól, hogy ő határozottan Hajdú Jánosnak és nekem is határozottan elmondta 2009 júniusában, hogy, hogy más szándékai vannak, és hát ezt az ember tudomásul kell, hogy vegye, és meg kell, hogy értse, változott a helyzet, változott a szituáció, új döntést hozott. Én csak örülök annak, hogy amit mindig is mondtam neki annak idején is, hogy én mindig azt várom, hogy egyszer mégiscsak megfordul valami miatt a, döntéshozatali mechanizmus és a magyar válogatottat fogja erősíteni. Mert hogy akkor határozottan azt mondta nektek, hogy, hogy a spanyolok mellett. határozottan a ez hangzott el persze, mert ez volt az irány és érthető volt. Másrészt hát ugye az elmúlt évben, illetve ennek az évnek a januárjában egyértelműen ugye le is mondta, a bocsánat az előző évben egyértelműen le is mondta a válogatottságot, tehát megérkezett a, a lemondó nyilatkozata, amivel ugye már nem lehet mit kezdeni. Hogyan került a sor szerinted erre a fordulatra? Hát nekem nincsenek erről belső információim, minden esetre nagyon-nagyon komoly meggyőző munkára volt szükség, és nyilván komoly anyagiak megmozdítására, hogy megváltozzon ez a dolog. Minden mellett azt gondolom, hogy az is egy picit idézőjelbe segítette a dolgokat, hogy Barcelona nem vállalta azt a, az igényt, amit Paci a klub felé megtett, nevezetesen, hogy négy éves szerződést kössön. Ez egy kicsit erősítette a hazai lehetőségeket, és hát nyilvánvalóan egy, egy olyan jövőbeni hosszú távú, biztos konstrukció került kidolgozásra, ami nyilván a sportolónak és a családjának is sokkal jobb feltételeket teremtett, mint amit a, a, a spanyol klubnál megtette, meg tudtak volna tenni. Ebből adódóan teljesen egyértelmű ilyenkor egy játékosnak úgy látom a döntése, hogy akkor azt fogja választani. Örülök, hogy a magyar válogatott ebben főszerepben van. Azt mondnak, hogy ismerve jól a magyar kézilabda életet a vezető klubok, gondjait, örömeit és múltját is, hogyan kerülhetett sor Veszprémbe az anyagi frontokon való ilyet én erősítésre, hiszen nemrég, még egy-két hónappal ezelőtt nagyon komoly gondokról hallottunk, és nem pletykákról, hiszen maga a szövetség új vezető is megerősítették, hogy eseti bizottsággal kellett segíteni, gyors is kellett segíteni a West Premier Klubot. Tehát hogyan sikerült az a kilábalás, amiből úgy tűnik, hogy akár egy komoly európai szupercsapatot is lehet építeni? Hát gondolom, hogy többen is felismerték annak a, a, az esélyét és a lehetőségét, hogy ha és amennyiben egy magyar klubcsapatot lásd, mint amilyen a Győriek, a, a győri női kézilabda csapat, a férfiak szintjén meg akarnak, vagy meg akarunk tartani Magyarország egy nevezzük elit csapatának, az nem megy egy, egy nagy összefogás egy komoly szponzorációs háttér megteremtése nélkül nem megy. egyszerűen nem lehet megtenni. Nos, ebben úgy érzem, nagyon erős ö, erők léptek fel hat, hatékonyan és egy irányba, dolgozva. Kellett ide politikai, sportpolitikai akarat? Kőkel? Biztos, Én? hogy kell. Enélkül nem megy a dolog. Uh -huh. Tehát de persze, ez egy természetes dolog. Sportpolitikai, politikai akarat, támogatás. Támogatás. Minél nagyobb támogatás annak érdekében, hogy ez létrejöhessen. És úgy látszik, hogy ez úgy tűnik egyértelműen, hogy ez sikeres volt, és ennek tudható be, hogy nem, hogy arról van szó, hogy egy visszalépés történjen, hanem egy előrelépés történhet. Márpedig az nem csak a Veszprémnek nagyon jó, hanem a magyar kézilabdasportnak, generálisan az egyetemes magyar sportnak is. Ö, olimpiai esélyek. Ezek után egy sikere megvívott véselejtező után nagyon nehéz a, a csoport. Azonban Nagy Laci visszatérésével némelyek már itt érmekről álmodoznak, szerinted mi a realitás az álmok mellett? A két dolog két külön történet természetesen. Más volt a, két, a Dupla vb-selejtező, és majd más lesz a, a hat ö, csapatos olimpiai csoportunk, mérkőzés sorozata, öt mérkőzés, szünet, stb milyen esélyünk vannak? Milyen esélyeink vannak? Én azt gondolom, hogy a magyar válogatott egyáltalán nem egy, egy, ilyen, egy, ilyen, kifutó csapat, amely, amely nem készülhet arra, hogy nagyon komoly eredményt érjen el. Engem egyáltalán nem lett meg, nem meg ha legjobb hat közé kerülnék, persze ez egy nagyszerű dolog lenne amikor legutóbb a férfi válogatott szerepelt, akkor is nagyon sokan leírtak bennünket Aténben, az Aténi olimpia előtt, és lám a Láma legjobb négy közé jutottunk, és hajszállal nem sikerült csak érmet szerezni a magyar nemzeti válogatottnak, amelyben akkor Nándi is szerepel többek között, Pérez Charlie is, Iváncsik Gergő és Nagy Laci is többek között. Tehát tehát euh, én azt érzem, hogy egy jó csapatunk van, nagyon kiegyensúlyozott a csapat. Nagyon fontos, hogy van két kitűnő kapusunk, lásd a két út, mérkőzésen a kapus teljesítmény, nagy bértékben befolyásolta a mérkőzés alakulását, akár a fazekas Nándi védett, akár a Mikler Roland. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon erősek vagyunk, ami az olimpiai játékokat illeti. És minden egyes pozícióra tényleg kitűnő játékosok állnak a mocsai lajos rendelkezésére. Ebből adódóan én, eh, ahogy említettem, hadban. jó szívvel várom a hatba a válogatást. Hát így legyen, így legyen. Legyenek igazok és következnek be a várakozásait. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Nagyon szívesen.